amerikai énekesnő Katy Perry a tőle telhető legstílusosabban tudatta a világgal, hogy párjával, Orlando Bloommal idén nyárra várják első közös gyermeküket. A rendhagyó bejelentésre legújabb a Never Worn White című dalhoz írt videóklipjét választotta, amit szándékosan úgy vágtak össze, hogy csak a legutolsó jelenetben leplezi le a titkot. A világhírű színésznő két Hudson is kreatív módon tudatta a publikummal, hogy ismét gyermeket vár. Két évvel ezelőtt Instagram oldalán jelentette be, hogy hamarosan kislánya születik. Sok esetben a közösségi médiában közzétett ötletes fotókat mókás gondolatokkal is kommentelik. Így tett például Kelly Rowland, aki ezt írta fotója mellé. Olyan lenyűgöző leszek, mint az apukám. Mila Kunis és Ashton Kutcher pedig gyermekük megszületése után tette fel a kérdést. Kitaláljátok, melyik a miénk? Vagy nem is számít? Mindegyik baba aranyos. Tavaly szintén Instagram oldalán osztotta meg az örömhírt rajongóival Tóth Gabi. Megható fotóval tudatta követőivel, hogy szerelmével gyermekük születik. Egy kisbaba érkezése mindig különleges pillanat a családban. A bejelentéshez ma már szuper kreatív fotókat, montázsokat, tippeket találunk az interneten. Csak győzzük kiválogatni az ötletek és kreációk közül. Börcsök Viki a vendégem, szia! Szia, hát jó estét! Ott, hogy ugye még nem is a nagyvilággal, hanem mondjuk először a pároddal hogyan tudattad a nagy hírt, hogy babát vársz? Húha, hát az úgy volt, hogy én otthon egyedül megcsináltam a terhességi tesztet, és ő éppen dolgozott. És hát mondom, ez nem egy olyan info, amit az ember telefonon közöl, hogy ha hú, apa leszel, hanem megvártam, hogy hazajöjjön, és beleraktam a terhességi tesztet egy telefonos dobozba, és mondtam neki, először, mikor hazajött, hogy jaj, van neked valami meglepim, és először meglett a telefonos dobozt, és mondta, hogy mekkora jó fej vagyok, hogy vettem neki egy új telefont, és jártam, hogy igen, persze, és akkor így kinyitotta, és akkor így, Jézusom, ez az, hát mondom, mi? Hát, hogy Babánk lesz. De jó. Ezt így elvicceltük, de így, igen, így meglepődött. Na és melyik volt ez a pont, vagy a babavárásnak melyik szakaszában tudattad már a közösségi oldalakon is a nagy világgal, hogy te babatársz, hogy milyen módon tetted ezt? Fúha, hát a nagy világgal megvártam azt a kritikus 12 hetet, tehát, hogy úgy gondolom, hogy... Tényleg biztos legyen minden. Igen, igen, tehát, hogy azt azért érdemes megvárni, nagyon nehéz nem világgá kültörni a boldogságodat, és szilveszterkor telt le nekünk, vagy hát karácsonykor, de akkor mondta a férjem, hogy ez annyira sna az karácsonykor egy ilyet megosztani, tegyük szilveszterre, és akkor szilveszterkor kiraktunk egy közös képet, egy ultrahangos képen, hogy mi már így kezdjük az új évet. Ugye Katy Perry most legutóbb, ugye ő egy videóklipben mutatta meg már ugye a gömbölyödő pocakját, erről mit gondolsz? Hát, hogy elég eredeti, de nem bízta a véletlenre. Mondhatni, nagyon jó marketingfogás is, tehát, hogy okos a menedzsment, de én úgy vagyok vele, hogy mindenki ezt úgy közölje, hogy neki jó. Tehát nagyon sokan nem szeretik elmondani, van, aki a várandóság a végéig sem közli, viszont ha Katy Perry így szerette volna, hát akkor tessék, lássék az ő gyereke. Neked mit gondolsz arról, hogy mennyire magánügy ez? Vagy hogy azt mondtad, hogy érdemes megvárni ugye azt a kritikus első pár hetet, hogy tényleg biztos legyen és biztonságban legyen mindenki, de hogy mennyire ez egy intim dolog, és hogy mennyire kell részleteket megosztani a babavárásról, és aztán ugye már az anyává válásról, vagy hol van az a határ, amikor még egészséges? Hát legjobb embert kérdezed, hiszen ugye van a saját vlogunk, az anyád hogy van, ahol mindent teljes, valójában true igazsággal elmesélünk az anyaságról, és így a várandóságról is. Amikor én várandós voltam, akkor folyamatosan azok az emberek, akiknek még nincsen babája, vagy nem várandósak, azt kérdezték tőlem, hogy milyen is ez. Tehát, hogy igazából mondd már el, légy szíves már, hogy ez egy ilyen rózsaszín homály fedi ezt az egész történetet, hogy persze tudjuk, tök jó, de hogy úgy igazából milyen, ezért én igen, úgy vagyok. Igen, nem csak a pozitívumokat, igen, hanem mindent. Mindent. Tehát, hogy tényleg vannak azért elég durva részei is. Nekem elég nehéz várandóságom volt.
ezért féltem attól, hogy nehogy elrettentsek ezzel valakit, de vannak olyan emberek, akiknek azóta már gyerekük született, és megköszönték, azt mondták, hogy figyelj, ha te ezt akkor annó nem mondod el, akkor én lehet, hogy megijedtem volna, hogy Jézusom, hát erről senki nem beszélt, hogy ilyen is történhet. Ugye azért ez felelősség is, plusz ugye ráadásul pont azokban a napokban, amiket most élünk. Ugye Márcsnak is egy videójával lehetett találkozni az elmúlt napokban, aki ugye a kézmosásról írt egy kis dalocskát. Ti esetleg készültök valamivel, ami most így a koronavírus idejére így kicsit lelket önt az édesanyákba? Hát így van. Egyébként pont egy Márcsos videóval készültünk volna erre a hétre, mert forgattunk vele a nem tabu a vetélés kapcsán. Viszont ezt most a videót ezt eltoljuk, és egy karantén mami videóval fogunk előrukkolni a héten. Mik azok egyébként azok, szerinted ugye most sokan arra készülnek, vagy hát ugye nagyon fontos, hogy maradjunk otthon, és tényleg csak akkor hagyjuk el a lakást, hogyha ha élelmiszert, vagy pedig gyógyszert vásárolunk magunknak. Te hogyan látod azt, hogy mondjuk mik azok a legfontosabb dolgok, amiket érdemes beszerezni egy kismamának, ami mindenképpen legyen otthon, természetesen amikor már megszületett a babája? Pelenka. Legyen elég pelenka. Tök mindegy, hogy mosi pelús, ökopelús, rendes pelús, pelenka mindenképpen legyen. Én teljesen egyetértek azzal, hogy maradjunk otthon. Nagyon-nagyon fontos az, hogy most ezekben a hetekben felelősséggel legyünk egymás iránt, és mi is otthon maradunk. A kisfiam nem mehet utcára, édesanyám nem mehet utcára, én vagyok az, aki beszerzett mindent. Ma reggel is gyógyszertárral indítottam a napot, mindenféle vitamint megvettem, esetleges, hogyha nem tudom, valami megfázás lenne, tehát hogy nem a koronára készülünk, mert az minket elkerül, és mindenkit remélem. Mindenféle gyógyszert, mindent megvettünk, és az alapélelmiszerek legyenek meg, ne vásároljunk fel mindenféle felesleges dolgot, ne legyen 86 tonn hal konzerv otthon, mert teljesen felesleges. Viki, nagyon szépen köszönöm, és jó munkát kívánok. Köszönjük majd a blokkhoz, következő posztokhoz. Köszönöm.